Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Tóri Objektív című műsorunkat látják. Műsorunk mai vendége Korom Endre, a Karcagi Szakképzési Centrum Mezőtúri Szakképző Iskola iskolaigazgatója. Köszöntjük Önt, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket és Önöket. Mai műsorunkban ugye az iskola kezdésről, az iskolai tanévről, az iskola életéről fogunk beszélgetni. Kezdjük is ugye a tanévnek a kezdetével, hogyan készültek fel Önök a tanév kezdetre? Minden évben nehéz a tanév kezdés, mert minden évben más a tanévnek a kezdése. Most is már augusztusban elindítottuk a felkészülést. A kollégák előkészítették a tanévet, a tantárgyfelosztások készültek, gyakorlatilag az adminisztrációt elvégeztük. A gyerekeket összeszedtük és betereltük az iskolában. Úgyhogy gyakorlatilag a tanévünk az viszonylag zökkenőmentesen indult. A létszámaink megfelelően alakultak. Igaz, hogy most a 9. évfolyamon valamennyivel kevesebb a gyermeklétszám, de ez több összetevőre vezethető vissza, tehát gyakorlatilag még tudunk fölvenni 9-es tanulókat, hogyha esetleg valakit érdekel a szakképzés. Tehát, hogyha akkor valaki még szeretne, akkor még van lehetősége pótbeiratkozásra. Ez hogyan történik, mikor lehet? Hát ilyenkor ez már nem szervezett formában történik, hanem az iskola ügyfélfogadás ideje alatt, tehát 8-tól, 7:30-tól már lehet jönni, és 4 óráig bármikor be tud iratkozni, hogyha szakmát szeretne tanulni. Melyek azok a szakmák, amikkel a diákok az iskolában megismerkedhetnek, tegyük fel most a 9-esek, melyek azok a szakmák? Elég széles a választékunk. A nappali tagozaton, tehát végzünk nappali képzést és esti képzéseket. A nappali képzés az normál iskolai rendszerben történik. Ott viszonylag kevesebb, mert hogy a jelentkezőnk is kevesebb irányba jelentkeznek a tanulóink. Elsősorban a vendéglátás, ami népszerű és jelentős számban vannak tanulók. Itt szakács, cukrász, vendégtéri eladó, illetve ez a pincér szakmának a megnevezése. Heggesztőink vannak jelen pillanatban, és nagyjából ez az a képzés, ami jelenleg folyik szakmai képzés keretében. Ezen kívül tudnánk építőipari szakmákat képezni, faipari szakmákat, tehát a választék megvan, amennyiben jelentkező érkezik rá, akkor ezt természetesen mi toleráljuk, és akkor indítunk ilyen szakokat is, ilyen szakmákat is. A felnőtt képzésünk az ennél jóval szélesebb körű, ugyanis ott nagyobb az érdeklődés, és több irányban érdeklődnek a tanulók. Tehát jelen pillanatban ott is van a vendéglátás területén szakács, cukrász, pincér. Van heggesztő képzésünk jelen pillanatban is, CNC forgácsoló képzésünk. A fémes képzéseknél még építőipari szakmáink is vannak, tehát jelen pillanatban képezünk szigetelőt, bádogost, illetve most indítunk tetőfedőt és kőműves szakmákat ebben a tanévben. Villanyszerelőt, jelentős létszámmal. Van kereskedő és női ruhakészítő szakmánk is, illetve elnézést, ez most már Női Szabó néven fut ez a szakma. Tehát, ahogy látszik is, elég széles körű a választékunk. Ezekben tudunk képezni
nappali tagozaton is természetesen megfelelő számú jelentkező esetén. És ki ne felejtsem, a fai part az előbb említettem, a asztalosokat is képzünk jelen pillanatban is, felnőtt esti tagozaton, vagy esti képzés keretében. Vannak úgynevezett rugalmas képzési utaink, ez közismertebb nevén a Dobbantó program és a Műhelyiskola. Itt van egy kis változás, mert ettől az évtől kezdve felnőttben is tudunk ilyen képzéseket indítani, és indítunk is ilyen képzést. Ez azt jelenti, hogy akinek az általános iskolát nem sikerült valamilyen okból befejeznie, tehát hiányzik általános iskolai éve, a Dobbantó program keretében jelentkezhet, ez nappalin is, és estin is, tehát felnőtteket is várunk ide. Az az igazság, hogy nincs megkötve, hogy hány osztálytól lehet jelentkezni, tehát gyakorlatilag bármennyi hiányzik az általános iskolai képzésből, ebben az esetben lehet jönni hozzánk, és a Dobbantó képzés keretében egy pár hónap alatt a kompetenciák fejlesztésével föl lehet zárkózni. Majd ez a képzés tovább folytatódik a Műhelyiskolában, tehát a kettő ad egy egészet, és a Műhelyiskola keretében egy részszakképesítést lehet szerezni. Ez a részszakképesítés most jelen pillanatban a fémipari előkészítő, tehát van fémes képzésünk, van egy asztalosipari szerelő, tehát faipari irányultság is van, és van vendéglátás is, pincérsegéd formájában, tehát gyakorlatilag elég széles választékot tudunk ebben is nyújtani. Ennek van egy nagyon nagy előnye, ugyanis ez nem felel meg a 8 osztályos végzettségnek, de helyettesíti, tehát gyakorlatilag, ha ezt valaki elvégzi, akkor tud tovább tanulni egész szakmát, illetve ami még ilyen esetben vonzó szokott lenni, hogy ez megfelel ahhoz, hogy gépjárművezető engedélyt szerezzen, amihez a 8 osztály egyébként kellene. Tehát ezzel ezt el lehet érni, tehát ki tudjuk ezt egészíteni ilyen lehetőséggel is. A felnőtt oktatás keretében van még továbbra is lehetőségünk az érettségi képzésre. Érettségire felkészítő képzést végzünk szakmai végzettséggel rendelkezők számára, ez 2 éves, és egy normál érettségivel záródik. Ide is várunk sok szeretettel minden érdeklődőt. Hogyan zajlanak a felnőtt képzések? Ugye a nappali tagozatról tudjuk, hogy hogyan zajlanak, de a felnőtt képzéseket hogyan kell elképzelni? Felnőtt képzésekben szakmánként változik a időtartam, illetve bizonyos esetekben a intenzitása a képzésnek, de általánosságban 2 éves a képzés. Ez a képzés nem egy tanfolyam, ezt szeretném elmondani, tehát ez egy normál szakmai képzés. Ugyanazt a bizonyítványt kapja, aki elvégzi és levizsgázik, mint a nappali tagozatosok, együtt vizsgáznak egyébként, hogyha ugyanabból a szakmából van estis és nappalisunk, és akkor a vizsgákat általában egyszerre szoktuk szervezni, tehát ugyanaz a vizsgafeladat, ugyanúgy helyt kell állni, tehát nem egy tanfolyamról van szó, egy normál szakmai képzésről, és egy normál szakmát fog a kezébe kapni, amit utána én azt gondolom, hogy jól tud hasznosítani a életben is, tehát el tud vele helyezkedni, és el tud benne megfelelő szinten munkát végezni. Az intenzitása általában heti 2-3 nap ezeknek a képzéseknek, tehát ez azt jelenti, hogy általában olyan 3 napot egy-egy héten jönni kell, ebből is látszik, hogy nem egy tanfolyamról beszélünk. A kezdés az olyan 3 óra, fél 4 környékén szokott kezdődni, de ezt mindig alkalmazkodunk ahhoz, hogy a éppen jelentkezettek esetleg hogy vannak munkahelyen beosztva, tehát ez egy mozgó időpont is lehet ebben az esetben, viszont a nevében is benne van, hogy ez esti, tehát eltart 8-9-ig is esetenként a képzési paletta.
Ebben a intenzívebb része a elméleti rész, az egy viszonylag kisebb óraszámot takar, de nagyobb a önálló felkészülési igény erre a dologra. A gyakorlati képzés az viszont elég magas óraszámban van, tehát a gyakorlat az teszi ki a kétharmadát körülbelül a képzési óraszámainknak. Tehát van rá lehetőség és alkalom, hogy ezeket a tevékenységeket begyakorolják, és megfelelő szinten tudják majd végezni. Az előbb említette, ugye, hogy a nappali képzésben a legnépszerűbb szakágazatok a vendéglátás, illetve a hegesztő. Igen. A felnőttek körében viszont már megjelenik ugye a faipar, a kőművesség ágazata is, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a felnőttek többfele érdeklődnek így szakirányban? Igen, több a érdeklődés iránya. Igaz, hogy itt a legnépszerűbb képzés érdekes, mert ez a gyerekeknél nem is igazán jelenik meg, tehát minden évben egy-két villanyszerelő van, aki szeretne hozzánk jönni nappali képzés keretében, viszont a felnőtteknél ez egy nagyon jelentős szám, tehát a legmagasabb létszámmal a villanyszerelők jelentkeznek, és általában ők is végeznek a legmagasabb számban. De egyébként az irányultságokat azt nagyon szívesen fogadjuk, hogyha valaki megkeres bennünket, hogy ő valamilyen szakmát szeretne. Tehát, hogyha van egy konkrét elképzelése, akkor mi azt a szakmát megfelelő létszám, jelentkező létszám esetén is a adottságainak megfelelően fogjuk indítani. Tehát most például a CNC forgácsoló, ez egy ilyen megkeresés alapján indult a tavalyi évben. Tehát fogékonyak vagyunk arra is, hogyha igény mutatkozik, és mi nem hirdettünk olyan szakmát, ha van rá lehetőségünk és módunk, akkor ezt bevesszük a palettába, és szerintem ez mindenkinek előnyös. Körülbelül hány diák jár most az intézménybe? Az összlétszámunk az már évek óta olyan stagnáló, körülbelül olyan 280 fő körüli a létszámunk jelen pillanatban. Ez egy kicsit eltolódott a korábbi évekhez képest, mert most igen jelentős a felnőtt oktatásunk, ez olyan 170 fő környékén van. Ebből nem olyan túl nehéz kiszámolni, hogy körülbelül 110 a nappalisok száma. Ez most ebben az évben csökkent, mivel sajnos nappali képzésben nincs már érettségire felkészítő évfolyam vagy osztály, tehát ez kiesett és kifutott ez az osztály létszám, illetve egy minimális létszámmal a 9-ben is alacsonyabb a jelenlegi létszámunk, mint a tavaly előtti évben. De ez remélem, hogy kedvezően fogja befolyásolni a gyerekeknek a tevékenységét, mert így egy-egy tanulóra több idő jut, tehát a felkészítésük esetleg jobb lehet ettől, hogyha ha kevesebb a létszám. Reméljük akkor, hogy minden jól fog sikerülni. Milyen tervek vannak még így a jövőre nézve? A terveik azok folyamatosak, mert a korábbiakban is már említettük, hogy a tanműhelyénket szeretnénk egy telephelyre átvinni. Ez továbbra is így van. Jelen pillanatban odáig sikerült eljutnunk, hogy a vendéglátósok tanéterme az a Földvári útra került, gyakorlatilag a egyik telephelyet azt visszaadtuk az önkormányzat részére, illetve a építősök pedig a Petőfi térre kerültek át, tehát így most közelebb jutottunk ehhez a célhoz, hogy egy telephelyen legyen az oktatásunk, gyakorlati oktatásunk. Ebben van még mit tennünk, mert az asztalosok, illetve a vendéglátósok még máshol vannak, de folyamatosan próbáljuk fejleszteni a tanműhelyet, és ez a cél, hogy egy szer, az összes képzésünk egy tanműhely, illetve egy telephely keretében fogjuk tudni működtetni.
folyamatosan fejlesztjük az iskolát is természetesen, tehát a oktatási épületünket is fejlesztjük. Ott egy tetőtéri résznek került sor a kialakítására, ahova most a tanítterem is becsatlakozott, illetve ott fog tovább működni és üzemelni. Jelen pillanatban folyamatban van, illetve elkészült egy vizes blokkunknak a felújítása, tehát ott is folyamatos a megújulás és a fejlődés. Próbáljuk úgy csinálni, hogy ez szép és jó legyen. Ha valaki meg szeretne róla győződni, akkor szívesen látjuk az iskolában, nézzen szét nálunk. Tehát fejlesztünk, és próbáljuk biztosítani, hogy megfelelő színvonalon lássuk el a gyerekeket, illetve az oktatást. Mihez sok sikert kívánunk, és a további tanévben is a legjobbakat kívánjuk Önöknek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy eljött és megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Ne feledjék, hogy adásainkat az interneten is megtekinthetik. Minden jót kívánok, viszontlátásra!